Azon gondolkodom most, hogy Juhász Erőd lesz a műsorban, hogy annak idején tulajdonképpen mennyire meredek ötlet volt az ő műsora, a Zenebutik. Ki ne emlékezne rá, aki élt már akkor, egy műsorban volt Beethoven, vagy Bach, Presserrel, Zoránnal, vagy akár Sissi Kecssel. Nem véletlenül mondom Sissi Kecset, mert hogy is mondta Juhász Erőd? Sissi Kecs. Az is fura a mostani tévénézési szokásainkkal, hogy hétvégenként délelőtt egy fél ország várjon egy tévéműsort. Pedig így volt, aki videoklipeket akart nézni, az Juhász Erődre figyelt. Nem volt még akkor ugye az az opció, hogy majd később megnézem a YouTube-on vagy a Facebookon, élőben kellett műsort nézni. Amúgy Juhász Erődre szeretek visszaemlékezni, jó és egyedi tévés figura. Mindig mosolygott, és gimnazista tévénézőként az ugrott be róla mindig, hogy a könnyű zenéhez kicsit koros, a komoly zenéhez meg túl fiatal. Ha egy riport főszereplője Juhász Erőd, akkor az a riport kezdődjön is vele. Ha pedig Juhász Erőd, akkor Buxus. Ez a Zenebutik. Biztos vagyok benne, hogy sokakban kapcsolódik össze a Zenebutik, Juhász Erőd és persze a szobanövény. Megmutatom majd, hogy hogyan és miért ment be a kedvünkért a legendás műsorvezető a bokor mögé, de előbb ugorjunk vissza pár évtizedet az időben. Most pedig két bécsi koncertről. Az elsőhöz minden kommentár nélkül már is zene szól. Jól ismert régi sláger, hiszen olyan sztár, aki az 50-es évektől mindmáig él, működik, dolgozik, nem más, mint Fats Domino. 1981-ben, vagyis éppen 40 esztendeje indult el Juhász Erőddel a Zenebutik. A mai ifjak vélhetően nem tudnak elképzelni egy olyan műsort, amelyikben egymás után következett mondjuk az AC/DC és Mozart valamelyik darabja. A Zenebutikban viszont ez teljesen természetes volt. Ezt meg kell tenni. Hangmérnököm is minden héten nézte a műsort, nagyon szerette, de azért miközben a mikrofont szerelte fel Erődre, meg is rótta egy kicsit a mestert. Egyetlen egy dolog zavart nagyon. Az jó, ha csak egy. Mindig a gitárszólónál keverték le a klipet. Hát persze, mert ének alatt nem lehet. A Zenebutik minden idők egyik leghosszabban futó magyar zenei magazinja volt, 20 évig ment, mindvégig Juhász Erőddel. Nagyjából olyan ismert volt ebben az országban, mint Vitrai Tamás vagy Kudlik Juli. Sokak szerint éppen azért szerették annyian, mert nem akart profinak tűnni. Mivel én nem tudok játszani, tehát ide tértünk most vissza. Én saját magamat adom az esetlenséggel, a gesztikulálással, régen a bandzsításokkal, a gesztus és a szóhasználattal, még egyszer mondom, ez mind az enyém. Az a bizonyos bandzsítás azóta már megszűnt, köszönhetően egy szemműtétnek. A ma már lassúnak tűnő beszédmód viszont megmaradt. Amikor azt mondom neki, hogy emlékeink szerint senki más nem tudta úgy kimondani egy német énekesnő nevét, mint ő, meglepődik. Sissi Kecs. Nem tudom, mi ebben az extra, de nyilván az S betűk, mondom, ez nálam is probléma volt. És manapság elszörnyűködöm, amikor a tévében valaki nagyon hadar, és nem lehet érteni, miről van szó, vagy pedig egyszerűen van beneket kever, és így tovább, szörnyű dolgok vannak. A műsor emblémája, vagy ha úgy tetszik, címerállata a lepke volt, amely a hivatalos indoklás szerint épp úgy száll egyik virágról a másikra, ahogyan a Zenebutikban szállnak az egyik zenei irányzatról a másikra. A rossz nyelvek szerint viszont arra is jó volt ez a tömör pillangó, hogy le lehessen vele takarni a külföldi csatornák logóját, ha onnan átemeltek egy klippet. Erőd azt mondja, hogy nem feltétlenül átemelésről volt szó, sokszor maguk a kiadók küldték el nekik az új klippeket. A nyugatiak akkor már úgy propagálták a sajátjaikat, hogy küldtek hozzá interjút, küldtek hozzá klippet, és azokat mi megkaptuk. Uh-huh. De ha ott volt mondjuk esetleg egy embléma, amit nem nagyon akartunk mutatni, akkor arra nagyon jó, akkor oda repült a lepke. Kicsit elgémberedtünk a fa székeken, így Erőd meginvitált a konyhájába egy kávéra, amihez egy porcelán tehenet vett elő. Amikor megvette, még ő sem tudta, hogy mire való, de nagyon megtetszett neki. Ezt amszterdami repülőtéren vette, mert nem tudtam, én nem szoktam vásárolni. Nem tudtam ellenállni. Ez olyan aranyos. Később az is kiderült, hogy mire használható. A tejet beleöntjük a tehénbe, majd a tehén szájából átfolyatjuk a kávéba.
Sok értelme tényleg nincs a dolognak, de valóban aranyos. Szeretném neked megmutatni ezt a falat. A konyhából csak három lépés a dolgozószoba, ahol előd megmutatja a kedvenc fotóit. Köztük azt, amelyen a világhírű karmesterrel Leonard Bernsteinnel van. Amúgy tőle tudta meg egy római találkozójukon, hogy itthon bizony recseg a szocializmus rendszere. Kiszáll egy ilyen vége hosszadincs limuzinból, és meglát, abban a pillanatban jön, átölel, nagyon ilyen exhibicionista volt, és nagy érzelem kifejező, és oda sugja a fülembe, hogy Kádár is out, kicked out. Mondom, miről van szó? Kirúgták. És akkor még egyszer megismétli, hogy kirúgták, hogy olvasta aznap az újságban, hogy Kádárt felmentették. De akkor itt van, ezt még nem tudtátok? Hát persze, hogy nem. A Zene Butikban egyébként gyakorlatilag bárkivel interjúzhatott, Gregor Józseftől Arnold Schwarzeneggerig. A legnagyobb akiát Sopronban követte el, ahol Cifra György volt a vendége. A történet eleje Liszt Ferencig nyúlik vissza, aki egyszer egy drága versenyzongorát adományozott Sopronnak. Később ugyanezt tette Cifra György is. No, ezt jelentette be előd a Zene Butikban, nem teljesen úgy, ahogyan akarta. Meg kellett őt szólaltatni. Freud működött, és mondtam, hogy hölgyeim és uraim, van szerencsém bemutatni önöknek Liszt Ferencet. A döbbent csönd után jött a nagy mosolygás stábszinten, amiben egyébként Cifra György is beszállt, és ment tovább a műsor. De ha már nevetés, akkor jöjjön a Zenebutik legnagyobb reklámhordozója, Gálvölgyi János. Kérem szépen, zenei érdekességek, különlegességek, ingyenségek. Ez a Zenebutik, a Zenebutik, a Zenebutik. Gálvölgyi János akkori paródiáján túlzás nélkül egy ország röhögött, és csak kevesen tudták, hogy nagyon nehezen született meg. A színész ugyanis egyszerűen nem találta meg a figurát a felvételen. Bocsánat. És akkor kértem egy pár perc szünetet, küldtem magamban, és hát nem jött a juhász előtt, nem jött, akkor kértem egy hosszabb szünetet. Azért volt kínos, mert akkor 40 ember nézett engem, mégis szombat délelőtt volt. És akkor nálam a paródiák úgy születnek, hogy bennem, tehát nem kell megjelenni az illetőnek személyesen, hanem egyszer csak látom az illető képét, látom a grimaszokat, az arcát, és hallom a hangját. Tehát magyarán, amikor a látvány meg a halvány bennem összekötődik, akkor tud megszületni a paródia. És egyszer csak, hála Istennek, juhász előtt kisegített, megjelent lelki szemeim előtt, és akkor bementünk, és akkor ugye hát kívülről indul az ember. Ugye előnek kicsit ilyen volt a szeme, a hangocskája, meg pedig egy kicsit ilyen volt, és miután nagyon artikulált, hát innen már egyszerű volt azt mondani, hogy itt a Zenebutik, juhász előd vagyok. És akkor így született meg a juhász előd paródia. Nem tudtam, hogy lesz. Aztán csiripelték, és hát természetesen érdekelt. Emlékszem, hogy otthon teljesen egyedül néztem, 15 percig, és Jézus Mája, ez én vagyok? Persze én vagyok, de egy zseniális művész által. Nagyon tetszett, gratuláltam neki, és az egyik következő Zenebutikban meghívtam a Jánost. Íme a Mérges Puttony együttes, hát mindjárt átvágom itt, átrágom magam itt a buxuson, szeretettel. Hopp, már itt is vagyok. Az előbbi jelenet a következő évek egyik legtöbbet ismételt pár másodperce lett. Mi sem feledtük, úgyhogy meg is kértük elődöt, hogy mutassa már meg, hogy milyen lett volna valójában ez a jelenet. Hölgyeim és uraim, akkor egy kis játék Schwábi András kérésére. Ide megyek a buxushoz, hogy legyen miből kibújni, ha bár olyan zseniálisan én nem tudom, mint Gálvölgyi János. Hölgyeim és uraim, újdonságok, régiségek, különlegességek, aktualitások, ez a Zenebutik. Juhász előd akkoriban annyira ismert volt, hogyha odament mondjuk a Malévhoz, hogy ki kellene utazni a Münchenbe forgatni, persze ingyen jeggyel, örömmel mondtak neki igent. A fizetése viszont nem volt éppen sztárgázsi, sőt, még saját irodája sem volt. Nekem soha nem volt szobám, úgyhogy ez a része engem nem érdekelt. Úgy csináltál 20 évig zenebutikot, hogy nem volt szobám? Nem volt szobám. Együtt voltam a Dusánnal, a Múdos Petivel.
Mondjuk nem rossz csapat. Tehát abszolút nem rossz csapat. Egy 20 éves Toyotával járok, ütött, kopott, akármi, nem érdekel. Nekem az a lényeg, hogy menjen. Találtam egy pár évvel ezelőtti interjút Előddel, amelyben azt mondja, hogy a magyar zenészek közül Presser Gábort és Zoránt tartja nagyra. Előbbi gyorsan fel is hívtam, bármint kiderült a lehető legrosszabb pillanatban. A könyvem második kötetét írom, és közeledik a leadási határidő. Úgyhogy nagyon-nagyon izgatott vagyok. De azt azért elmondta Presser, hogy milyen emlékei vannak Juhász Elődről. Én egy mindig mosolygós, mindig jókedvű, mindig készséges, kedves műsorvezetőre emlékszem. Könnyű volt vele dolgozni? Na, azt hiszem, igen. Szombat reggel 3:47 van, Juhász Előd a Városmajori Teniszklubba tart. Hetente 3-4-szer jön, cseveg egy kicsit a csinos recepciós lányjal, majd kiballag a salakra, hogy játszon egy izzasztó órát mesterével, Krisztiánnal. Nagyon ügyetlen vagyok benne, de ennek ellenére szeretem, és nagyon jól megmozgat. És a megmozgatáson túl nekem azért is jó, szinte lecke, mert koncentrálni kell. Nem lehet elkalandozni. Azt hiszem, hogy Előd kissé szerény volt. Most ugyanis jó nagyokat tud ütni, és uralja a labdát. No és azt se feledjük el, hogy 83 éves. És akkor most irány vissza a teniszklubból a műsorvezető lakásába. Előd nagyon büszke erre a keresztre, amelyet Tanzániában vett, azaz dehogy vett, cserélt. A tanzániai kereskedő ugyanis kinézte magának Előd enyhén kopott tornacsukáját. Azt mondja, hogy adjam ezt neki, és ő adja nekem, és egy kicsit fizessek. Mondom, hogy hát tornacipő. Azt mondja, hogy nem baj, ő odaadja még $5 vagy akármennyi, létrejött az üzlet. Előd úgy emlékszik, hogy onnantól napokig járt strandpapucsban, de így is nagyon elégedett volt a bizniszel. A kereszt meg azóta is ott díszeleg a konyhaajtó fölött. A hálóban meg ott vannak azok a rajzok, amelyeket Szász Endre kimondottan neki rajzolt. És ugyanott van az ő büszkeségfala is. Ő van ezeken a képeken, meg a gyermekei és az unokái. Minden évben készített egy új fotót. 92-es az első. 92-es az első. Tehát jövőre lesz 30 éve. Jövőre lesz 30 éves, úgy van. És minden évben a lányaimról el kell mondanom, hogy hála jó Istennek mindegyik ilyen negyed óra autózásra elérhető itt. Szerencsés vagy. Úgyhogy tényleg, tényleg szerencse, és hát a mai napig nagyon jó kapcsolatunk van velük is, meg az unokákkal. Ez a 2021-es. Ez a legfrissebb. Mennyivel többen vannak, hogy az első még csak a 3 lány van, most meg már hány unoka van? 6. Tehát akkor most már 9 van. De ott is nőuralom van, mert a 6-ból 4 hölgy, és 2 meg fiú. Előtt 83 évesen is folyamatosan dolgozik. Mostanában a Katolikus Rádióban vezet műsort. Legutóbb éppen Kemény Dénessel beszélgetett. Összegzésként azt mondja, hogy sok kritikát kapott a műsoraiért, de ezeken mindig túllendült. Persze, hogy fájt, de ütésállónak kellett lenni. Juhász Előd után nagyon nehéz megszólalni és valami okosat mondani, pláne, hogy itt áll mellettem, önök most nem látják, és hallja, amit mondok, és látja, amit csinálok, úgyhogy bevallom férfiasan, hogy mérhetetlenül izgulok, de mindegy, azért valahogy megpróbálom majd elmondani, amit akarok, mert hogy van egy emlékem, illetve rengeteg, de ebből egyet most kiemelnék, ami a zenebutikhoz köthető. Olyan 15 éves lehettem, amikor néztem a műsort, mint gyakorlatilag az egész ország akkoriban, és egyszer csak Előd felkonferált, hogy és most következik Sabrina, aki egy nagyon jól futó olasz énekesnő, és elkezdett énekelni. Na most, ha önök nem látták azt a videóklippet, most már mindenhol elérhető, nézzék meg, az a címe, hogy Boys, 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 és Sabrina éneklés. Megmondom önöknek őszintén, hogy én csak évekkel később jöttem rá, hogy ez a hölgy tulajdonképpen énekel is, mert hogy, hát hogy is fogalmazzak, fiatalként akkor nagyon elragadott engem a látvány, ha megnézik a klippet, rájönnek majd, hogy miért. A Heti Naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták.
Engem is elragadott az Árvány Zoli, úgyhogy szerintem ugyanígy, ugyanazt figyeltük mind a kettőnkön. Nem szoktuk élő adásban egymást kijavítgatni a kollégákkal, de szerintem Dézsi kollega, és ezek szerint Juhász előtt, sőt még maga Gávölgyi János is keveri a buxust a fikusszal. Szerintem Juhász előtt állandó növénye a fikusz volt, és nem a buxus. A buxus az ilyen gömb alakú fa szerintem. Különben már valaki írta, hogy mindig figyelem adás közben a reflexiókat a Facebookon, hogy valaki írta, hogy amiből most lépett ki Juhász előtt, az nem buxus, nem fikusz, hanem kroton volt. Szóval mindegy, ez a lényeg, hogy jó egészséget kívánok Juhász elődnek, és kimondottan örülök neki, hogy ilyen jó egészségben van, és reggel 7-kor már teniszezik. Különben képzeljék el, hogy kaptam egy SMS pár perccel ezelőtt Nádas Györgytől. Nádas Gyuri azt írta, hogy az első Juhász előtt paródiát ő csinálta 1982-ben a Magyar Rádió Humorfesztiválján, és tulajdonképpen ezzel indult be a karrierje.